szoktunk olyan vicceskedni. Tisztelt Hölgyeim és Drága Uraim, mondom a következő fellépünket. Kassa Evelyn következik éppen. Gyere, Vikin, drága. És mondom Evelynnek a műsorát. Karkassi E-dur etüdjét fogjuk hallani, aztán Ferdinando Caroli C-dur preludiumját, és Véla is éneklek spanyolul Cielito Lindo címmel. Egyébként ez egy mexikói népdal. Mondtam is a gyermekeknek, hogyha véletlenül Mexikóban jártok, játsszátok el a dalt. Ez nagyon jó fogja kivenni magát, hogy magyarként egy mexikói dal te ismersz. Viszont vissza kell kérdezni a mexikóiaktól, hogy ti el tudjátok énekelni a Hold a Szilva a fáról. Mert ha nem, akkor mi nyertünk. Akkor jöjjenek a mexikóiak. Egyébként hallottam, azt hiszem, hogy a mexikói népzenészeket nevezik el mariachiknak, azért nagyon gyönyörű, szép nemzeti viseletben, ugye muzsikálnak, leginkább az utcán óriási hagyománya van az el mariachiknak Mexikóban. Nagyon jó is keresnek, én úgy tudom, az utcazenélésből, mivel hogy egy nagyon komoly kultúra ez náluk, és borzasztó bajba kerültek ezek az emberek a koronavírus által, és aztán talán hosszú hónapokig jártak az ottani kormánynak a nyakára, hogy segítsen, mert hogy tulajdonképpen mindenüket elveszítették 2 hét alatt. Tehát, hogy nem tudtak az utcán muzsikálni, nem voltak turisták, és hát ezek az emberek tulajdonképpen, hogy is mondjam, csak pestiesen full time-ba ebből élnek. De hála Istennek nincsen koronavírus, úgyhogy az El Mariachiknak innen kívánunk Cielito Lindóval jó munkát! Guardo ojitos negros y tolitos.
cantando si le grassi vinto los corazones. Thank you.